Hazánk több területét is súlyosan fenyegeti az árvíz az elmúlt napok intenzív esőzése miatt, köztük a Dunakanyarban található Kisoroszi községet is. A Duna vízszintjének gyors emelkedése miatt az árvíz szintje akár a 2013-as rekordszintet is megközelítheti. A településen rendkívüli intézkedéseket vezettek be, hogy megvédjék a lakosságot, valamint a helyi infrastruktúrát. A községet érintő árvízvárosunkat is befolyásolja, hiszen ott található Kiskörösváros önkormányzatának tábora, a Kisoroszi tábor. Mondhatjuk azt, hogy szinte a legmélyebb ponton van a tábor, és azt is tudni kell, hogy árvíz mentesítés céljából általában ráengedik a vizet tudatosan a szigetre, hiszen egy 100 hektáros legelő van a falu előtt, mélyponton, ugyanolyan mélyponton, mint mi vagyunk. Ez ugye Szentendrét és Budapestet és a utána levő településeket is védi, hogy minél nagyobb területre oszlassák el a vizet. Az önkormányzat 8 fős csapata szeptember 16-án utazott Kisorosziba annak érdekében, hogy a lehetőségek szerint megóvják a tábort és elvégezzék a védelmi intézkedéseket. Bízunk benne, hogy az eddig megszokott legmagasabb árvízszintnél nem lesz magasabb a víz, mert mi most mindenünket, ami érték és védelm alatt van, azt arra, annak a szintnek a fölé helyezték a kollégák. Tehát mindent előkészítettünk, most már igazából nekünk csak az a dolgunk, hogy az árvíz magasságát figyeljük aggódva, és reménykedjünk, hogy nem az eddigi legmagasabb árvíz lesz, mert arra készülünk. Domonyi László elmondta, hogy a táborban található faházakat, az étkezőt, valamint a mosdókat valószínűleg elönti majd a víz. A kollégáink a földön semmit nem hagytak. Minden az emeletes ágyakra lett felpakolva, és bízunk benne, még egyszer mondom, hogy ezt a szintet nem fogja meghaladni a mostani árvíz szintje. Akár a főépület, akár a tanári épület, akár a diákok megemelt szintű épülete is, olyan szintre raktunk föl mindent, ha lehet azt mondani, hogy bízunk abban, hogy nem fogja elérni a víz ezeket az értékeinket. A polgármester kiemelte, hogy az árvíz levonulása után az önkormányzat munkatársai rendbe hozzák városunk táborát.